számos óvodapedagógusnak tartott előadást és műhelymunkát Antalka Zsoltni, az Oktatási Hivatal vezető szaktanácsadója március 1 -én. A kezdeményezés apropóját az adta, hogy a helyi intézményekbe számos sajátos nevelési igényű gyermek jár, akik megfelelő szakmai felkészültséget és tudást igényelnek a mindennapokban. Ennek részleteiről Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője számolt be, aki hangsúlyozta, a programra azért is van nagy szükség, mert az óvónők az alapképzése az egészséges kisgyermekek nevelésére készít fel. Jelenleg 1127 kisgyerekből 140 különleges bánásmódot igénylő kisgyermeket nevelünk. Nagyon nehéz az óvónéniknek, mert azért azt hangsúlyozom, hogy az óvónénénénk nem gyógypedagógusok. És azért itt minden fokozat megtalálható. A 140 kisgyerek között ugye található súlyosabb, tehát autista kisgyermek, ADHD-s kisgyerek, de akár viselkedészavaros, tanulásban akadályozott kisgyermekünk van. Tehát széles aspektum, de az az igazság, hogy azért az óvónénik, ez minden szülőnek és mindenkinek tudomásul kell venni. A mi alapdiplománk az egészséges gyermekekre íródott. Az intézményvezető úgy folytatta, az egyik legnagyobb nehézség az esen is gyermekek fejlesztése kapcsán, hogy kisebb létszámú csoportokra lenne szükség. A normál ütemű gyermekek közé beintegráltuk ezeket a gyermekeket. Hát az integráció vagy sikerül, vagy nem sikerül. Nyilván ez mind a két fél, illetve három fél, mert ugye az óvodapedagógus egyénisége, attitűdje is hozzájárul, hozzájárul, hogy milyen a fogadócsoport, és nyilván, hogy az a kisgyerek alkalmas-e arra, hogy nyitott legyen egy olyan közegbe bekerülni, ahol elég ö, sok gyermek van. Leptök kisgyereknél az a baj, hogy az lenne normál feltétel, hogy 8-12 kisgyerek között fejlődne. Nálunk 20-25 között kell, hogy fejlődjön. Tehát ez, ez, ez egy hatalmas feladat mindenkinek. Az előadás és műhely munka apropóján Antal Kazoltni azt mondta, a szülőknek is hatalmas szerepük van a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, hiszen minél hamarabb kérnek szakmai segítséget, annál előbb és annál hatékonyabban kaphatják meg a megfelelő képzést. Minél korábbi időszakban van a felismerés, annál nagyobb a változtatás lehetőség és az esélye. Hogyha ez elmarad, akkor nyilván, amikor először intézményes nevelés keretei közé kerül a kisgyermek, ez akár a bölcsödei, akár az óvodai gondozás, akkor kerül napvilágra az a probléma, amely az átlagpopulációtól történő elmaradást, ravaló odafigyelést vagy felismerést véli. Ilyenkor a szakembergárda, aki elindítja a szülők egyetértése mentén a vizsgálatot, először ugye a szakszolgálat irányába kezdeményezik ezeket a vizsgálatokat, megerősítő óvodapedagógusi jellemzéssel és a szaktanácsadó elmondta évek óta járja Fejér és Veszprém megye óvodáit, illetve iskoláit, hogy a pedagógusoknak szakmai tanácsadással, ötletekkel és gyakorlati tippekkel szolgáljon. Mindig az a tapasztalatom ebben a pár elmúlt évben, hogy a gyakorlati megoldások terén van nagy szükség a mi jelenlétünkre, hiszen a, egy, egy kisgyermek, amikor bekerül az óvodába, akkor az egyén és különleges bánásmódot igénylő ö, csoporthoz, ha besorolódik, akkor nagyon nagy feladatot ró az óvodapedagógusokra, akik lássuk be többnyire a többségi gyermekek gondozására, nevelésére szakosodtak, és bizony ez az integráció folyamata, főleg az óvodai területen a legbefogadóbb, tehát itt tudják azt gondolom a leginkább kivitelezni az inkluzió folyamatát, és ez viszont az Jár, hogy az óvodapedagógusok speciális megsegítést, ötleteket és gyakorlati tanácsokat kaphassanak. Az önkormányzat munkatársai mindent tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az esenis gyermekek helyben a lehető legjobb és leghatékonyabb képzésben részesülhessenek.